Sziasztok! Nos, megérkezett az első unboxing kellék, ami nem más, mint egy Corsair AX1200i. Ez egy számítógép tápegység, és 1200 wattos. Na, szóval a korábbi, vagy majd a későbbi fejlesztésekre szánt táp ez. Nézzük a dobozt, akkor elég nagy, tehát kézmértékkel mindenféle dombornyomott ábra van rajta. Itt leírja, hogy mik a tulajdonságai, full moduláris például. És elvileg ezt így fel lehet nyitani, mint a legtöbb ilyen felsőbb kategóriás tudsz, a dobozt. Hát így fel lehet nyitni. Tök jó, és akkor itt látjuk, hogy milyen kábelek vannak benne. Tápnak egy ilyen átlátszó ábrája is itt van. Szóval a doboz az nagyon jó példa. Az azt mondom, hogy az szépen ki lett dolgozva. Akkor nézzük, mit kapunk. ATX kábelből egy darab, két proci kábel, 8 PCI Express kábel, akkor 16-es SATA kábel, 16 darab, nagyon sok. Igen, annyi. Akkor 12 perifériás, tehát a sima 4-es, és két floppy csatlakozó. Ezt kapjuk a dobozba, vissza le is csukom. Na és akkor itt még kis leírások vannak. Igazából semmi fontos, az van, hogy milyen energia kell hozzá, meg hogy méretei. Hogy automata átváltja 100 volt és 240 volt között, hogyha úgy van, mert nem mindenhol van 240 volt, ugye. Akkor itt leírja az, milyen minősítésű. Ez 80 pluszos platinum minősítésű. Wow! Kíváncsi leszek, hogy ezek a digitál mi? Tehát ez a digitál, ez már valami újdonság. Mert van régebbi 1200-as is, ami viszont még sima. Na, itt oldalt nyitom ki. Szép piros doboz. Jól is néz ki. De ez már két kéz kell. Jó. Na, kivettem bele, mert így könnyebb a dobozzal foglalkozni. Azt mondja, hogy még a hátulját. Ugye itt van a hatásfok, hogy milyen terhelésen, milyen hatásfoka van a tápnak. Hát én kb. Pont úgy fogom használni majd, hogy a legjobb hatásfoka lesz. Ugye két videókártyám van, és majd később lesz 6 magos processzorom is, már attól függ, hogy melyik jön ki, 8 magos vagy 6 magos, nem tudom még melyik lesz. Majd még később eldöntöm. Itt is egy kis leírás még a feszültségekről. Hardwit style. Na. Tehát a doboz, azt mondom, hogy az jó. Abban semmi van, nincsen, szép piros a belseje. Na. Akkor itt van maga a tápdoboz, még egy doboz. És akkor ahhoz, hogy felnyitjuk, el kell távolítani azt a matricát. Ahhoz pedig egy ilyen ollót használok, mert kés nincs itt fenn most jelenleg. Így né. És akkor ezt így fel lehet nyitni. Wow, de jó mi. Na, akkor itt van ilyen garancia leírás. Akkor linkek, nem tudom. Akkor a tápleírása. Kisebbet is vettem volna, hogyha van mondjuk 1000-es, de hát itt látjátok, milyen ugrásokban vannak. Nem értem ezt, mondjuk ezt hogy 860, 760, utána meg hirtelen 1200, tehát hogy hogyan van ez megoldva, ezt soha nem értettem ennél a tápnál, de van 1500-as is. Igazából, én először azt néztem, de aztán az már tényleg nagyon sok lenne. Itt van magának a tápkábele. Na hát ez meg egy hermetikus lezárt szicsi-szucsi zacskó, ami nem tudom, hogy mit tartalmazhat, mert nem láttam még ilyen hermetikusan lezárt szicsi-szucsi zacskót.
De mindjárt megnézzük, hogy mi van benne. Ollóval szétvágom. Pedig hallgassátok a kakas kukorékolást. Aha! Ebben kérlek szépen, ez a Corsair Link-nek a csatlakozó része van, amit a táphoz kell csatlakozni, csatlakoztatni, és akkor PC-be dugva, USB-be elvileg itt lehet követni a tápnak a tevékenységét, milyen feszültséget ad le, stb. Na, kapunk hozzá még egy csomó kábelkötegelőt, csavart, könnyebb építés érdekében. Na, akkor minden tápnál van egy ilyen szivacs szörny. Ez így van ennél is. Akkor itt van egy ilyen kis zacskó, hát zacskó, jobb mondva egy ilyen kis tartószerűség, amiben a kábelek vannak, ott már látjuk is. Ebben meg maga a táp van, egy ilyen bársonyszerű anyagú ruha anyagban van benne. Meg egy szivacsszörnyben. Na, ez is. Két kés kell már. Jó, és akkor így nyitom, olyan, mint egy ilyen torna hátizsák. Jó. Elővesszük, akkor ez fogad minket. Itt a táp. Hát elég nagy dobozban hozzá, megnéztek, nézd meg, látod? Mondjuk ennyi kábelhez, el is hiszem. Hát egy ilyen csomagban van bent, amit maszek módon szét is bontok. Közben a National Geographic-ot néztem. Egy ilyen repülő szerencsétlenségről volt szó benne. Elég durva, hogy nem tudok kiszámítani, hogy most melyik géppel mi fog történni. Na. Így, né? Na, hát itt van maga a táp. Kapunk hozzá egy ilyen kis ragasztót, amire hát, silence operation. Ja igen, nem tudom hány százalékig nem forog a ventilátor. Azt hiszem 40%-os terhelésig, vagy nem tudom hogyan van. A lényeg, hogy elvileg nem forog a ventilátor, hogy nincs terhelés, ami elég jó dolog. Nem is porosodik, és nincs is semmi hangja a tápnak. Anyagra elég durva. Na nézzük itt a csatlakozó részeket. Self-test, nem tudom mi lehet, valami saját önmaga tesztelője. Kommunikációs port, ugye elvileg itt kell használni ezt a Corsair Link valamit. Tehát majd megnézem, nem lesz bekötve szerintem, tehát biztos nem fogom használni. Itt lehet bekapcsolni. Óriási bekapcsoló gombbal. És itt a tetején még kapunk egy kis leírást. A feszültségekről, egy csomó mindenféle ábrát, meg jó dolgokat. Na, tehát ez a táp lesz benne az új gépházban majd. Tovább még azért választottam ezt, mert ez szép piros. Piros-fehér. Piros-fekete jobban mondva. Tehát az még a másik választásom. Ez elég lesz, ez elkísér engem elég sokáig. Mert ezen is van egy matrica. Corsair matrica van rajta. Aha. Igen, jól látom. Tehát itt van még egy matrica. Ezt szintén le lehet venni. Így, ez egy kis matrica volt. Na! Hát egy tápról nem lehet igazából mit mást elmondani. Maximum ennyit. Ez lesz benne az új gépházba. Sokan már tudják is, hogy milyen gépház lesz, mert rájöttek, hol lehet megnézni ezt. Ügyesen rájöttek. Úgyhogy valaki már most tudja, hogy milyen unboxing következik. Jobban mondva a gépszerelés következik hamarosan. Na jó, hát még a kábeleket, hát várjatok, hát a kábelek. Na hát nem is teszem le a kamerát, mert ezt eskézzel is meg lehet. Tehát így, van egy kis tépőzáros. Ez már megszoktam, tehát ezt már tudom előre, mert a Corsairnek rengeteg Corsair tápom volt már. Na ott van, hogy lesz van a repcsi. Na, ja. Na tehát itt van kezdésnek ugye a SATA kábel. Csak mutatom, hogy milyenek. Ezek igazából sima fekete kábelek, tehát ez teljesen illik igazából az összes gépházba. Át se kell majd később kábelharisnyázni, vagy valami, mert ezek itt teljesen jók. Tehát nézd meg. Na itt van a kommunikációs port, amit mondtam, tehát ez belekerülni oda. Másik fele meg, belemegy abban az USB-s cuccba. De mondom, hogy nem fogom használni, mert
Ez nem érdekel engem. Ez mi? Ja, na ez egy jó ötlet viszont, hogy a floppy csatlakozó nincs közvetlen rajta a kábeleken, hanem ezt külön kis csatlakozóval, egy átalakítóval oldották meg, és ez nagyon jó dolog, mert legalább nem zavar potyára. Tehát ez ugye kettő volt hozzá, és itt is van, tehát ez nagyon jó dolog, hogy ezt nem rárakták, hanem így mellé adták, és akkor így opcionálisan használhatod, ha akarod, de hát igazából ezeket csak floppyra vagy hangkártyákra szokták használni. Mert hangkártyákon, úgy nekem is volt olyan hangkártyám, ami volt ilyen csatlakozó. Na tehát ennyi lenne akkor ez a... Na ennyi lenne a táp bemutató. A komplett cucc. Úgyhogy beszerelés után úgy is látjátok, majd más nem tudok mit mondani, majd beszerelés mi látjátok, hogy hogyan lesz elrendezve. Megpróbálok elég jó kábel menedzsmentet összehozni. Elvileg ebben a házban majd lehet elég jót. Na akkor ennyi lenne. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!